Apa, te vagy. Fordítsd meg, és akkor téged vesz. Jó. Ez is ott látod magadat, ott van lenne. Köszönj be, sziasztok! Sziasztok! Megmutatod anyát is? Igen, hol vagyok? Sziasztok! Azt a de ügyes vagy. A tükörben, mutasd meg a tükörben. Nézd csak, és akkor látod magad, hogy sziasztok! Ezt így lehet? Így. Aha, hú de ügyes vagy. Így szokottak a videózni? És integet, mert azt hiszi, hogy most látjátok. Gyere, Tücsök, már lekéssük a trolit. Hát csak két zoknit. Bizony. Új, gyorsan. Hát a zoknit nincs. Na hát akkor a zoknit nagyon gyorsan vegyétek föl. Előálltak a verdák. Szia! Mehetünk? Start pozíció? Aha. Olikám, le a kalappal, nagyon ügyesen mész. Na hát, sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a mai vlogban. Hova tűnt a gyerek? Mindig ide elszakad bújni. És... Hú, de ügyesen mész. Na hát, variálni szoktuk a reggeli járműveket a bölcsi bemenés során, hogy ne csak a brigában fejlődjön, hanem hát ez ebben a rollerben is, ugyanis ez nagyon jó rávezető a snowboardra, meg az ilyen deszkasportokra, mert hogy ennek a kormánya olyan, hogy nem forgatni kell, hanem dőlésre reagál, és úgy kanyarodik. Ugye? Igen. És nagyon ügyesen mész vele. Mehetsz is tovább? Jó, kérdez. Körülnézünk. Mehetsz. Nem jön semmi ügyes vagy. Mehetsz is. Ugyasan. Szóval így zajlanak nálunk a reggelek, és ezt az épületet már egy csomószor meg akartam nektek mutatni. Mindig elmegyünk itt reggel mellette, és annyira Tokióra emlékeztet, ugyanis ott vannak így az irodaházak, hogy teljesen... Tessék! Szóval Tokióban néznek ki így az irodaházak, hogy biztos valami jogszabály, hogy nagyon sok zöldnek kell, hogy borítsa ezeket az épületeket, és ezt nézzétek meg, hogy mennyire jól néz ki, hogy így... Jaj, köszönöm szépen! De aranyos vagy! Majdnem elgurult? Tessék! Köszönöm, de szeretlek. A neve is tükrözi, zöld ház, és hát még a levegő is más itt. Ugye el szoktunk bújni oda a bokor mögé? Ide? Aha. Hűvösebb és tisztább is itt a levegő, úgyhogy több ilyen épület kellene. Elborultál. Na gyere, nyomás, mehetünk tovább. Lekéssük a trolit. Oda néz, apa. Igen, egy kicsit lehorzsoltad a térdedet, de hát ez katona apa, dolog. Mi? Gyere, apa is el szokott esni, de ilyenkor nincs semmi baj, megyünk tovább. Biciklivel szokott apa elesni. Te meg rollerrel. Na gyere! Szia, troli! Hát ezt ki nem hagytuk volna, egy kötelező BKV kör. Nem arra megyünk, megyünk a bölcsibe. Arra! Parkold le a rollert valahova, jó, Oli? Az ott jó is lesz igazadban. Szia, Zsuzsi! Mi, mit hoztatok? Na gyere! Finom lekváros kenyérmal. Azunk neki apának kenyeret. Hozzad neki egyet? Igen. Kenyeret? Mit ki nem alkotsz itt nekem? Kérek egy puszit? Kenyeret. Adom apának, te meg gyere be, jó? Ja. Na jó, hát itt maradtok. Szia, apa! Sziasztok! Szia, Oliver! Szia! Na most már értem, hogy miért Romi akarja mindig hozni. Egyben reggel is. Eskü jó az a Budapest Go alkalmazás, és kutyagolok tovább. És megjöttem végre a csodámért! Csédani. Köszönöm, hogy kölcsönadod ismét az autót. Nagyon szívesen. Máskor is. Na ja, szóval az van, hogy még mindig, vagy már megint a kis jazzzel furikázok, amit tényleg még egyszer Tibit nagyon szépen szeretnék neked megköszönni. Ugyanis az Audinak volt egy kis problémája, de úgy tűnik, hogy nem oldódott meg. Csinálok majd nektek erről videót, hogy mi is történt vele, hogy
nem tudom, lehet, hogy ez majd nekem egy tanulópénz, és másoknak majd tudok ezzel segíteni. Egyébként nincs nagy probléma, csak éppen a hiba forrását nem találják. Emiatt még pontosan nem is tudom, hogy mi van, ez inkább az idegesítő, hogy nem hív vissza a szerelő. Nem szeretem az ilyet. Egyébként teljesen jól el vagyunk autó nélkül, tömegközlekedéssel mindenhova el lehet jutni. Most le kell ugranunk Pécsre, igazából csak azért volt szükség az autóra, családi okok miatt, mindegy. És hát az első hosszabb közös utunk lesz négyen, úgyhogy eleve már rettegek attól, hogy hogy fogunk beférni, bár a kis jazzbe azért nagyon szépen lehet pakolni, de azért biztos izgalmas lesz becsomagolni ezt a sok cókmókot. Pakolsz, drágám? Pakolok. Az első utazásra készülök, és úgy érzem, hogy egy csak dolgokat teszek jobbra-balra, és nem haladok. Annyi minden kell. Azért az Audiba jobban bebírtunk volna pakolni, de hát egy csomó embernek van kicsi családi autója. Kipróbáljuk milyen. Be kell férnünk. Imádjuk a Thule babakocsinkat, mert tényleg a méreteiből adódóan mindenen át lehet vele menni, meg nagyon strapabíró. Ugyanakkor ez itt most hátrány lesz, hogy hát sok helyet foglal a kocsiban. Úgyhogy nem is tudom, hogy mit kéne csinálni. Amúgy van egy ötletem. A régi babakocsi, a mamazos, az lent van Pellérden. Lehet, hogy azt kéne aktiválni. Ez nem rossz ötlet. És akkor megsporolunk egy babakocsinyi helyet. De akkor egyáltalán nem visszük a túlét? Csak a hordozóba utazunk. Aha. Jó, akkor abból is ki kell pakolni. Édes! Nem mertem mondani. Azt mondta, hogy annyira izgul. Hát azért ez nagy dolog, nem a mini manóval. Két órás, két és fél órás utat lenyomni. Annyira izgulok, hogy el sem kezdtem, el sem mertem kezdeni pakolni Eliznek. Mert az nagyon nehéz lesz. Olival először megnéztük a videókat, és hát egy hónapos korábban már Ausztriába mentünk, az meg nem egy 5 órás út. Hát de, október elején vele már kim voltunk Ausztriába. Óvatosabbak vagyunk a második gyereknél. Az nem igaz. Óvatosan meglesem, hogy hol van. Szia. Szia, drágám. Szia, kicsi manóm, de gyönyörű vagy. Ez a vlog az utazásról fog szólni, meg hát a reggeli Oliárat. De lehet, hogy hozok kamerát, mert Raminak most lesz a születésnapja. És lehet, hogy ez az én videóm lesz végül, mert ezt kapom ajándékba. Sajnos ezt az én csatornámon látjátok. Társaságot szoktam elő. Segíts kérek, mert pánikba vagyok. Jó. Nyírják a füvet. És ez a kis manónak nagyon tetszik, mert hatalmasat alszik. Na hát az a terv, hogy a legvégéig hagyjuk, hogy átpelenkázzuk a kis manót. Meg is kellene etetnem. Csomagok összekészítve. Lassan csak elindulunk. Nagyon el fogunk késni, Oli már vár. Most raktam be Liz, de... Ahogy beraktam, teleraktam a perust. Nem hiszem el. Ne nyomj. Én már el is felejtettem, hogy ezek az indulások ilyenek. Fúgy. Eliz. Nem hiszem el. Most raktalak tisztában, direkt. Na jó, itt közben komoly újratervezések vannak. Elmegyek most inkább Oliért, hogy... Hát, hogy legalább azzal haladjunk, mert szegényként ott fog várni. És felvesszük majd itt Eliz meg Ramit. Gyere, Haramia! Nem Haramia! Kicsit Haramia. Azt mondták, hogy egy kicsit verekedős volt ma. Nem csak ő, hanem a többiek is, de hát az engem az nem érdekel. A többi... Gyere, itt vagyunk! Ki ez? Kitől szoktuk kölcsön kérni? A Simitől. Simitől bizony. A Motici oda adta. Igen, oda adta, nagyon aranyos volt. Ó, megjött a legdrágább csomag! Vagyis hát igazából a második legdrágább, mert hát... Szia, Oli! Szia! Mehetünk kirándulni, Oli? Elízül melléd, jó? Vigyázzon rá! Vigyázzon rá? Micsoda csapat van itt! Fent vagyunk az autópályán, és képzeljétek, hogy mind a két gyerkőc alszik. Majd pont ezt mondtam a Daninak, hogy milyen durva, hogy két gyerekünk van. Itt vannak hátul, de mindig hihetetlen. Az autón pedig egyre kisebb, és még így is működik a dolog. Alvógyerek egy, és remélhetően alvógyerek kettő. Nagyon-nagyon zavar, hogy nem látok rá Elizre. Kell egy ilyen kis tükör a fejtámára, nem tudtam még beszerezni, ne haragudj. De a mi autónkban se férek be kettőjük közé? Nem tudom, majd kiderül. Akkor ezt hogy fogjuk megoldani? Oli előre ül? Nagyobb autó kell. Ja, jó.
Szóval az a terv, hogy egy lendülettel lemegyünk, de amúgy van ilyen, ugye, hogy 40 percenként meg kell állni az újszülöttel, meg... Nem két óránként? Két, ugye? Én is úgy emlékszem, hogy két óránként. Nem, de Olival, amikor mentünk Ausztriába, akkor se tartottuk ezt be. Persze nagyon fontos, hogy kis gerincüket ne terheljük, de rugalmasak vagyunk ezekkel. Nyilván egy délután nem fog ülni ebbe a kis hordozóba, de szerintem mindenkinek a nyugalma fontosabb, hogyha alszik, akkor aludjon csak. Nem fogjuk felébreszteni. És remélem, hogy most Pécsen találkozunk. Megjöttünk belé, de... Belőlre megérkeztünk. Ezt a fiúk elkezdték valamikor, ezt a jó kis szokást, hogyha megérkezünk Gyulára vagy Pelérdre, akkor ezt szoktuk csinálni. Megérkeztünk Pelérdre! Boldog vagyok, hogy dráma nélkül megosztuk az első utazásunkat így négyesben. Elise azóta alszik, volt egy-két megébredése, de vissza is aludt. Olivier pedig iszletesen okos kisfiú, mert aludt egy órát, egy és negyed órát, és azóta nézelődik. Így. Olyan ügyes. Úgyhogy Dani pedig nagyon ügyes driver volt. Mielőtt még megszólnád, hogy nem dicsérlek meg téged. Hogy szoktuk mondani? Köszönjük, hogy épségben hazahoztál minket. Jaj, hát én köszönöm, hogy ilyen kiváló úti társaim voltak. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Meg is nézem a mini manómat. Jaj! Meg van még. Hát még a nyaka az elég furán áll. Hát nem baj. Már megigazítottam neki párszor is. Lehet így marad. Nem jó van, mozog még. Lélegzik, mozog. Hát minden túlélnek. Mi van ott? Odenik. Kis hangya? Nagy. Nagy hangya? Jaj, ott van. Hangya. Na gyere, keressük meg a tekerős bringádat. Hú, én már látom is. Kimetek labda medencét. Jaj, emlékszetek a labda medencés videóra? Kim az? Figyú, azzal is játszunk majd, de most próbáljuk ki a tekerős bringát. Na nézzük már meg, hogy tudsz. Szerintem nem is tudsz vele menni. Nem jó, mondd azt, hogy tudok! Tudok! Az ki apa? Az a papáé. A papának is ott van a tekerő bringája, nekem is a tekerő bringa. Papának is, meg nekem is. Mindkettőtöknek van tekerős bringája, fordítok. Apa. Tényleg, ott a pedál. Na nézzem, hogy hajtod azt a pedált? Előre... Oh! Ez komoly! Jó-hé! Az egyik barátomtól kapta Oli még az egy éves születésnapjára, és hát el kellett teljen onnan még másfél év, hogy tudja használni. Na, bekészítve a Verda, felemeltem kicsit az ülést. Új, de szuper! Szép lassan, ahogy kell! Nagyon ügyes vagy, kismanó! Jó! Bemész a fűre? Jaj, elakadt. Erről egyébként folyamatosan készítgetem a felvételeket, hogy milyen eszközökkel tanul Oli biciklizni, ezt majd nektek is meg fogom mutatni, ha már eljutottunk addig tényleg, hogy pedálos bringával, minden segítség nélkül tud majd menni. Nem tudom, hogy ez ezen a nyáron bekövetkezik-e, erőltetni nem fogom neki, de hogyha jól halad, akkor szerintem még akár össze is jöhet. Na de el is köszönök most tőletek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra és Rami csatornájára is. Nagyon szeretném már Rami megcsinálni nektek a szülős videót, hogy meséljünk, hogy is zajlott ez az egész. Amíg friss bennünk az élmény, de ugyanakkor meg már így le is ülepedett teljesen, úgyhogy lehet, hogy hozzáérkezik majd a következő videó. A lényeg, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!